Yeah. Kíváncsi vagy, hogy milyen szállást választott a Laura? Hát, eléggé. Azért. Lauci, nem izgulsz, hogy nem fogják kritika érni a szállás választásodat? Nem, hát tudod, hát én vagyok a legnagyobb szállodamester. Hát, jó. Én választottam a szállodát. Nem csak, hogy a legnagyobb vagy, hanem még az arcod is a legnagyobb. A bútba volt, hát mindjárt kiesek a kocsiból. Az és megérkeztünk a 2367-es szobához. Hát kíváncsi vagyok azért. Úgyhogy légy szíves. Általán választott szobába belépünk. Az általad választott szobáról fel kiderül, hogy milyen. Úszta. Az komoly. Na, tetszik? Hát ez hát ez. El leszünk itt szerintem, gyerekek. Nagyon jó. Itt fogunk aludni mi. Ott fognak aludni a gyerekek. Én alszok itt. Na gyertek, ne dobjátok nagyon le magatokat, mert menjünk egy kis felfedező körútra. Mondjuk, hogy jó lenne. Szerezzünk valami. Nem kicsi a szálloda. A szálloda nem kicsi. És hogyha még lehet enni, akkor még bemegyünk enni. Biztos, hogy lehet enni. Bocsánat, nem vagyok olyan aktív, de egy mindjárt alszok kettő. Nem tudom. Nem tudom, mit csinálunk, de annyira jó lesz. Már éjeszem a csít. Szerintem együnk valamit, szerezzünk valami eleséget magunknak. Hát szerintem is azért és nem kezdek éjeszni. Tegyük el magunkat holnapra, mert holnap felfedezzük a Rixos. De mi lesz mégis? Mit szeretnétek reggelizni? Mi lesz a reggeli? Amit kiválasztunk, hát túl sok minden van. Ez a baj. Bőség zavara. Na gyertek, nézzünk valamit. A lényeg, hogy megérkeztünk ide, a Legends-be. Mit szólsz, kislányom, várod már? Már láttam csúszdákat. Igen? Már itt voltam. Akkor csúszda lesz, nem Vidán Park? De titkon a Vidán Parkba szeretném volna. Lehet, meg kellett volna gondolnunk, hát azok a hullámvasutak ott, amik előttünk. Annyit látok, hogy 20 méter magasan az. Hát dehogy is több, mint 20 méter. 40 méter magasan a Lemi jössz fel, azért az kemény. Hát én arra biztos, hogy nem fogok felülni, hogy én lepasom a bokába. Hát én meg kb. Ugyanez, csak én meg... Csak te felmehetsz ülni. Max elájulsz, hát akkor nem lakom. Ne hülyeskedj már, nem önnek is merleg, aki csak így beszarik egy ilyen izét. Én nehogy szarok, hát én felülök rá a lauba. Azt nézd, most! Halló, Spartacus Maximus? Spartacus Maximus? Gavarjátok? Még egyet akartok menni. Anna, gyere fel! Nekem elég gyere, volt egy. Gyere, gyere már! Elég volt egy? Elég volt egy.
Én kitörcsöltem magam egyet is. Ezek a széttört telefonok, ezért nem szabad a Hyper Coasterre felülni, felvinni a telefonokat, megettétek a fagyit és vállalkoztok életetek legkeményebb hullámvasútjára, mert hogy ilyeneken fogtok csúszni végig. Már csak arra hogy tudok most gondolni, hogy fogok megrobbanni, szétrobbanni, elhányni magam. Engem az előbb felvittetek arra a vízesre, én megmondom őszintén, azt hittem, hogy leadom a rendszámot, gyerekek. Az nagyon durva volt, tudod a vizet? De ez, gyerekek, én nem is tudom. Tehát biztos akarjátok ezt? Igen. 130 centitől nem lehet olyan rossz. Figyelj, egy dolgot fogok mondani nektek, ilyen székbe kell beleülni, ez a szék, és azt kell mondjam nektek, hogy én itt lentről foglak figyelni benneteket. Edd meg a fagyit, és vállalkozz életed legkeményebb csúszására. Ajaj. Mint egy reklám. A legbrutálisabb szerintem az volt, amikor fölmentünk, megállt egy pillanatra a tetején, és akkor elkezdtél iszonyatosan magasról, iszonyú gyorsan lezuhanni, és utána meg... Édes, drága, jó Isten, hát én erre az életbe föl nem megyek, gyerekek. Volt benne, itt ez a rész, itt fejjel lefelé mész, itt megfordulsz, és akkor van benne olyan rész is, amikor ilyen spirálba mész, mint hogyha ilyen spirál alakba is fordul. Fejjel lefele? Igen, fejjel lefele. Jó! Na, hogyha meghajtottad a szemüvegedet, akkor természetesen. Jó, vagy. A fiú fajta. Ja, nagyon a szélén csinálsz? Most még dobjatok egyes segget. Na, gyere te. Foci tábor, tábor, hát ilyen focis dolog, focipálya, kosárpálya, teniszpálya, már holnap fogok menni. Ráadásul holnap még kell menjünk a terembe is edzeni, azt mondta az Ádám, az edződ, hogy meg fogja nézni, mert úgy egész héten edzésetek van, és onnan jöttél edzések elől nyaralni, úgyhogy majd oda kell pattintsunk magunkat, mert le kell futni azt a napi kvótádat. Hogy nem fogja annyira bírni, mint a többi. Hát pontosan. Úgyhogy... De megvan ilyen foci is, szóval úgyhogy holnap reggel kelés van, édesapám. Én is most ettem egy kis süteményt, mindent, úgyhogy lesz holnap mit ledolgozni. Helyi gyerekeknek egy-két kötényt kiosztasz, nem? Hát... Na innen haza fogsz találni, hogy tudod, hogy hol lakunk? Igen. Na most tudod, a dombon átjöttünk. Igen, most... Azért gyönyörű ez a hely, nem, fiam? Szép, nagyon. Tetszik neked? Aha, tetszik. Na, úgy itt nem lehetett a táncról elrángatni. Tudod, hogy neki a tánca mindene. Igen. Nézte az előadást, ugye táncos előadás van, és ő azt nézte, mi meg leolvadunk. Hát mert most mi azt nézzük, ahogy ott... Én bevallom őszintén, én már elfáradtam brutálisan. Hát meg azok a hullámvasutazás. Hát ott igaz ülnetekkel, de mi végig, amit nem vettünk fel, ott végig sprinteltünk, meg ott úgy kapaszkodott az ember. Hát de gondolatot, az milyen brutális van. A piros izénél, ahogy fejjel lefele, ott azt hittem kicsúszok fejjel lefele, ez 2 méter feszít. Meg ott így pörgötnek. De én nem gondoltam, hogy mindegyikre fölmersz majd ülni, esküszöm. Hátrafele szaltóba meg. Az, hogy Laurával mindegyikre felültetek, én ezt bevallom őszintén, ezt nem gondoltam volna. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, nyomjátok egy lájkot és iratkozzatok fel. És ne felejtsétek el, hogyha rendeltek Laura és Normanos pólót, azok közül egy szerencsés nyertesnek házhoz visz. Mindenkinek további jó nyarat kívánunk! Sziasztok!